Sziasztok! Régen volt már FPV-s téma, úgyhogy gondoltam, a 2022 legelső FPV-s gépe, hát egy igazán különleges gép lesz, mert hogy mindjárt Kristóf bemutatja nektek, hogy mi is ez. Egész pontosan. Azt hittem, kérdéseket fogsz feltenni. Igen, csak de... hogy mégis úgy, tehát hogy van neve, ez egy késztermék, saját, egyedi... Neve van. Úgy hívják, hogy AFV Heavy, uh-huh. Egy színelifter, ez a, hát egy körülbelül egy-másfél évvel tűnt fel ez a trend a világban, hogy kitalálták emberek, hogy jó, FPV drónozunk, de próbáljunk túllépni a GoPro-kon, meg az egyéb ilyen kis akciókamerákon. És mi lenne, hogyha föltennénk ilyen jobb képességű kamerákat ezekre a gépekre, és hát ez a fajta igény szülte meg ezt a fajta produktumot, és többféle megoldás is van erre a világban, többféle megközelítés, hogy hogy lehet ez jó. Ez, amit itt láttok, ez a magyar megközelítése a dolgoknak. Ez, ez hanyadik géped már amúgy? Ő a négyes, azt hiszem. Ezt jó lenne rá emlékezni, de nem. Négyes, igen. Nézzünk egy pár, hogy is mondjam, technikai adatot. Tehát az látható, hogy ez egy X8, tehát ugye 8 motor. Nagyjából mire képes ez a gép? 10 seconds. Tehát hogy mondjuk egy repülési idő, tehát... Repülési időt azt hát nyilván, mint az összes FPV gépnél, azt határozza meg, hogy mit csinálsz. De egy olyan átlagos 5000 mAh-s 6 cellás akkumulátorral fönn van egy olyan 5-6 percet különösebb erőlködés nélkül. Ezt a különösebb erőlködést úgy értem, hogy ha mondjuk járműveket követsz, vagy vannak benne ilyen gyorsabb, nagy gázas dolgok, akkor ezt tudja hozni. Nyilván, hogyha teljesen akrobatikusba kinyomod a szemét, akkor egy olyan 2,5-3 perc alatt ki lehet fújni ezt az akkumulátor, de tehát olyat nem tudsz csinálni, ami ennél hamarabb megenné ezt a dolgot. Tehát hogy azért elég mozgékony, hogy úgy mondjam, odébb bírálni. Majd azt is megnézzük természetesen. Nagyjából mennyi súlya van? Persze 10 grammal van a legális korlát alatt. Uh-huh. Megkérdezzük, hogy mennyi a legális korlát. Igen, akartam mondani, mert lakott területen kívül akár 25 kilóval is repkedhetünk. Ekkor 24,9. Igen. Ez a kamera, ami most ugye rajta van. Bár furán hangzik a kérdés, de hogy mivel több, mint egy GoPro, tehát amiért mondjuk ezt a gépet úgymond megszülettette. Szóval, hogy... Ennek nagyon-nagyon sok oka van. Az egyik legfontosabb ok az az, hogy a GoPro bár akciókamerák között kiemelkedő, uh-huh. és szerintem mai napig a legjobb képminőséggel rendelkezik, egyszerűen az általa produkált fájlok, azok nem képviselnek egy olyan minőséget, ami utómunkában úgymond praktikus lenne. Uh-huh. Tehát, hogy rettentő nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy egy GoPro-s felvételt te egy más kamerával készült anyagba úgy illeszél, ahogy azt elvárják tőlük a nagyobb költségvetésű produkciók. Itt jönnek képbe nyilván ezek a kamerák. Ugye ezek a kamerák cserélhető objektívesek, és jellemzően nem halszem objektívet teszel rá. És nyilván ez is egy óriási pluszpont ebbe az irányba. Aztán nem tudom, hogy mondtam, hogy a GoPro az egyik legjobb kamera. Most tegye fel a kezét, akivel még nem fordult elő olyan, hogy megnyomsz egy gombot, és a GoPro nem azt csinálta, amit kellett volna neki. Igen. És ez nem, tehát sok-sok pénzbe kerülő projektekben ez nem elfogadható. Az se elfogadható, hogy azt hitted, hogy megvan a felvétel, de nincs. Tehát de nincs, ez speciál egy Panasonic Lumix kamera, a BGH1, ez az életedet, inkább én, az életedet teheted rá arra, hogyha te megnyomod a gombot, és felvillan rajta a lámpa, akkor az működik. És az történik, aminek történnie kell. És mindig, a 7 napján, 0-tól 24 óráig, mindig. És ez egy olyan előny, amivel a GoPro sosem fog tudni versenyezni. Soha. Ever. Viszont itt az optika kerül annyiba, mint egy GoPro. Igen, tehát hogy itt azért ez nem egy olcsó. Most már ugye ez a sokadik géped, nem az, hogy vagy vele megelégedve, hanem hogy, tehát, hogy azért ez egy kicsivel másabb, mint mondjuk egy sima 4-5-6-szolós gép. Vagy hogy így, tehát hogy... Több dolog is van ugye,
ezzel kapcsolatban. Nyilván az értéke miatt az elején nagyon-nagyon, hát parás volt vele menni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nyilván érzed a súlyát. Tehát, hogy ő hiába gyors, meg hiába fürge, egy kicsit máshogy kell vezetni, mint a könnyebb FPV-gé, meg hát pont azért, mert a tehetetlensége nagyobb. Tehát, hogyha nullagázas manővereket próbálsz csinálni, akkor, amiket azért szokott az ember, akkor máshogy történnek a dolgok. Ezt nyilván szokni kell. Viszont iszonyatosan élvezett vele repülni, mert ez a fajta tehetetlenség, ez ad neki egy óriási kiszámíthatóságot is, illetve sokkal-sokkal jobban bírja a mostoha időjárási körülményeket. Tehát két héttel ezelőtt voltam egy drift edzésen vele, és őrületes szél volt. Tehát az ötincses gépek azok, mondták is a srácok, hogy ezt inkább hagyjuk. Tehát, hogy ne erőltessük, mert egyszerűen elpakolt. De hiába tudott vele menni, de nem tudta azt csinálni, amit akart, mert egyszerűen... Igen, mert azért a 2,5 kiló környékre. Van az 3,5 is. Akkor 3,5 kiló, tehát hogy annak azért megvan a, hogy is mondjam, a ragaszkodása a pozícióhoz. Igen. Ami benne van, tehát ugye ha jól látom, akkor ugye a DJI rendszerével repülsz. Így van. És ezen kívül a kamerának az élőképét azt még továbbítod valahova, mármint a... Jelen konfigurációban nem, aha, viszont amikor nagyobb forgatásokra mennek ezek a gépek, akkor az első dolog az, amikor az, hogy, hogy kapnak egy akár Teradek, akár egy Lightbridge, akár egy Amimon, gyakorlatilag HDMI kimenetét a kamerának, szépen leküldik egy rendezői monitorra, és akkor döntenek, hogy sikerült vagy nem sikerült. A magát, a motorokat, meg az egyéb dolgokat azt így mi alapján? Vagy csak így a netes infók, mert hogy azért gondolom ebből nem túl sok van. Tehát, választási lehetőség mostanában már, hát nem mondanám, hogy sok, mert ha megnézzük az 5-incses gépeket, és ahol tudsz venni 100 különböző féle motor, ezeknél mondjuk tudsz 6-7 különbözőt venni, nyilván felhasználás függő a dolog. Nyilván felhasználás függő a dolog, tehát hogyha téged annyira nem... Ez egy könnyebbnek minősülő gép, és egy icipicit túl motorizált. Ez is egy iskola. Vannak a sokkal nehezebb gépek, másfajta felhasználásra, amikor csak a kamera olyan nehéz, mint itt az egész gép, és még ennél kisebb motorokat tesznek rá, viszont ezeket teljesen más típusú felvételekhez is használják. Tehát ez ilyen koncepció függő. Gyakorlatilag bármit ki lehet rakni, de a választék a motorokból az elég, hát mondjuk úgy, hogy szegényes, mondjuk az 5-incses, 7-incses ilyen gépekhez elérhető motorokhoz képest. Jó, de bármit ki lehet rakni belőle igazából így is, csak... Ja, és igen, tehát a prémium gyártók játszanak csak, tehát itt nincs ezért 5 dollárosan összekor. Group 1, get ready! Hát igen, tehát hogy itt azért szerencsétlen lenne, hogyha valami olcsó igen dolog miatt esetleg ez megállna a levegőben, mert hogy így azért ez, valójában őszintén, ez nem kevés összeg. Igen, ez drága. Bármint, hogy nem csak a kamera nélkül is. Igen, lehet azt mondani FPV viszonylatban, viszont hogyha most nézem az új aktuális DJI termékeket, jó, hát mi pénzeket kérnek, milyen dolgokért, ez jó, nagyon hát gazdaságos. Igen, ahhoz képest igen. Mondjuk másra jó dolgok hozzá. Így van. Másra jó, de... Jó, azt én már láttam, hogy rengeteg helyen próbáltad meg repkedtél, akkor gondolom, hogy ez a dolog ez be is vált neked. És az egy dolog, hogy nekem bevált, mert... Igen, ezt akartam, tehát hogy említettük, hogy ugye ez a negyedik gép, tehát hogy az első három az... Az első három az olyan cégekhez, meg személyekhez került, akik ezt megélhetésszerűen csinálják ezt a dolgot, és olyan produkciókban használják, tehát nem drift edzéseken, mint én, vagy terepralli versenyen, vagy ralli versenyen, vagy akárhol, ahol én ezzel bohóckodok, és teljesen nem odavaló, meg semmi értelme, hogy oda vigyem, csak nekem tetszik. Viszont az összes többi gép az olyan helyen van, ahol ez céljának és rendeltetésének megfelelően van használva, és ők nagyon-nagyon-nagyon elégedettek vele. És ha már így ugye, tehát hogy mennyire tudja ezt, jó, valószínűleg ugye, aki megveszi, az tehát, hogy tud repülni, de hogy... Muszáj. Group one, get ready. Igen, tehát, az nem opció. Igen, tehát hogy tudnak repülni, de hogy tehát egy 4 szor után, ha most ezt valakinek a kezébe adod... Nem adom. Igen, tehát, hogy... Nem adom. Igen, tehát azért más. Hát más.
más, persze. Csak hogy én tök meglepődtem, ugye, hogy eladtad őket. Tehát értem én, hogy mondjuk olyan filmes cégek, akik mondjuk tudnak FPV-vel is repülni, de hogy azért nem ezzel. Tehát, hogy ott azért akkor mondjuk az elmúlt Group nem tudom mennyi idejüket azzal töltik, hogy akkor ehhez hozzászokjanak. Így van, így van. Kamera nélkül lesúlyozzák. Volt olyan, hogy otthonról ilyen valahonnan, mert nem tudom, hogy honnan, vannak ilyen kis egy kilós súlyzó tárcsáim. Uh-huh. Ez a klasszikus női súlyzó uh-huh. dolog. De van vagy 10 darabom. Nem tudom honnan. És azokkal pakolták meg. Tehát kölcsön adtam a vászhoz, és akkor elkezdték felpakolgatni. Tudták, hogy kb. 3 kiló lesz a payload, tehát a kamera plusz az optika. És akkor fogtak 3 darab ilyen nagy vastárcsát így rátettek, és akkor gyakorlás. Nézzük, mit bír. Magukat a pilótákat egyébként, akik ezeket a gépeket üzemeltetik, azokat ismerem. Uh-huh. Tehát, hogy tudom, hogy képesek rá, és nem is kellett ebben csalódnom. Uh-huh. Jó, tehát akkor Magyarországon már biztos, hogy van 4 ilyen. Így van. Okay. Tudom, fura kérdés, lesz-e belőle új, vagy ez most neked úgymond így megfelel? Tehát, hogy most már így a negyediket építetted, gondolom mindegyiknél valami változott, tehát nem 4 egyformát építettél. De. De? Mind a 4-et teljesen? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye, meg ez az egész dolog, hogy eladtam. Először akartam építeni egyet magamnak, csak azért, mert miért ne. És az gyakorlatilag még el se készült, de már bejelentkeztek rá, hogy vinnék, csak a tervek alapján, mert ezt ugye megmutogattam pár helyen, hogy ezen dolgozok. És rögtön utána kértek még egyet. Majd utána megint építettem egyet magamnak, és ez relatív rövid idő alatt zajlott. Tehát ez egy ilyen 4-5 hónap alatt jutottunk el odáig, hogy az első géptől, most a negyedik gépig. És ami változás volt benne, azok nagyon-nagyon minimálisak. Tehát kamera felfogatást érintette, az alsó lapot érintette, és ezt fogtuk, és az összes gépen kicseréltük. Tehát nem mondjuk, nem a motor, meg a... Nem. A motorok azok pedig alapvetően egyedi igények szerint vannak. Tehát van 2 darab ilyen motorral szerelt gép, és ilyen szabályzóval, vagy pontosabban repülésvezérlővel, és van 2 darab másik motorral szerelt gép. Egy kicsit másfajta. Ha már így említetted, úgy, hogy viszonylag gyorsan elvitték, és az építés nagyjából mennyi idő alatt épült meg? Jó, tudom, tehát hogy mindenki attól függ, hogy dolgozik, meg minden, de hogy így... Nettó órába? Amikor már nálam volt az összes alkatrész, akkor onnantól kezdve, mondjuk ez a negyedik, ez körülbelül egy olyan 6 óra alatt. Ez már gyors. Az már gyors. Az első, amikor még ó, hát ezt nem így kellett volna, hűha, hát ezt mégse ezt a fajta csavart kéne használnom, pedig minden nagyon-nagyon, tehát életemben még semmire nem készültem úgy föl, mint az első ilyen gépnek az építésére, de előjöttek a tipikus hibák, hogy aha, hát ezt nem innen kellett volna nézni, hanem onnan kellett volna nézni, jé, ez a rajz szerint átjönt rajta, de mégsem megy át rajta. Az volt vagy 3-4 nap, mire az úgy, ahogy összeállt. Egy kicsit meg is utáltam a gépét. Baromira jól néztünk, nagyon egy érdekes gép. Hát most az, hogy milyen videót produkálasz, szerintem mármint, hogy így videó szempontjából nagyjából felesleges bemutatni, hiszen ez a kamerának a képessége is. Viszont ahhoz, hogy az jó videót csináljon, mennyi úgymond a utómunka a gép beállításain? Hogy ne legyen semmi remegés, meg... Legalább, tehát 6 óra megépíteni a gépet, és minden egyes gépet, minden egyes payloadhoz beállítunk még egyszer ennyi idő alatt, körülbelül. Tehát, hogy minden számít. Tényleg minden számít. És amikor ez megvan, akkor... De ezt úgy képzeljétek el, hogy van az egyik gép, annak 2 tipikus payloadja van, egy Zcam kamera, illetve egy Sony FX6. És mind a kettőhöz külön-külön. És az adott optikához is, mert ugye változik a gép súlypontja. Főleg a full frame-es gépeknél, ahol ráteszel egy kilós optikát ide az orrára. Itt meg ez 180 gram. Tehát hogy nem mindegy, hogy hol van, milyen szögben van. Mert ugye csinálok vele egy ilyet. Bocs, hogy kiveszem a képből, remélem nem megy tönkre a buli. Tehát hogy ez például egy tök jó feature. De csinálok vele egy ilyet, mert nagyon lassan kell, vagy valami között kell, és tényleg az az igény. Akkor már a súlypont borult. És nyilván olyan toleranciával kell megcsinálni ezeket a beállításokat, hogy ezt kimozogja. Tehát nem lehet túlságosan sem kihegyezni. Mert kihegyezheted mondjuk például egy kameraszögre. Tehát ki van hegyezve a gép erre, és leengedem a kamerát, és akkor ez honnan jött?
ez a fajta mozgás, ezt nem én csináltam, tudod. Igen. Hát ugye, ezzel nagyon-nagyon sokat el lehet játszani, és cserébe hálás. Tehát, hogy nagyon-nagyon precízen be lehet állítani, ebben nyilván tehetetlenség. Jó, én azt mondom, hogy szerintem mindent, amit lehet, tehát jó, nem minden, de hogy ami nagyjából érdekelhet titeket, azt szerintem elmondtál. Úgyhogy menjünk, szerintem emeljük meg egy kicsit, hogy legyen róla egy vágókép. Ezért szerintem ennek durva hangja van. Meglepően nem. Nem? Nem. Tehát, hogy egyébként igen, de például az egyik barátomnak, Bársony Tamásnak a 7 incses kétágú propokkal szerelt gépe, az milliószor durvább hangú. De meglepően. Jó, nézzük meg szerintem. Ja, nézzük meg. Yeah.